Nintendo, Sega, Commodore és működő flipperek. Csupán néhány azok közül a játékok közül, amit nemrégiben az érdeklődők is kipróbálhattak a Futurában, az idősebbek pedig ezek által nosztalgiázhattak. A szervezők ugyanis igyekeztek az elmúlt 40 év számítógépes játékainak legjavát bemutatni a rendezvény keretein belül. Azt lehet mondani, hogy a 70-es évek végétől a 2000-es évek elejéig van 25 kipróbálható gép jelen pillanatban. Próbáltuk egy picit színesíteni a kínálatot tavalyhoz képest, más gépeket kihozni, más játékokat kihozni. A videójátékok története egészen a múlt század közepéig nyúlik vissza, amikor is 1947. januárjában benyújtották a katód sugárcsöves szórakoztató eszköz néven ismert szabadalmat. Ezt 1948. decemberében jegyezték be Egyesült Államokbeli szabadalomként. Ebben a játékban egy vektoros kijelzőn egy rakéta röptét szimulálták, amelyet a képernyőre rajzolt célokba kellett irányítani. A videójátékok természetesen rengeteget fejlődtek az elmúlt évtizedekben, a legegyszerűbbtől a legmodernebbekig, bárki megtalálhatja kedvencét. A videójátékipar elkezdett egy másik irányba tolódni, az online multiplayer játékok irányában, és én úgy látom, hogy ez egyre inkább felerősíti a keresletet ezek iránt a régi klasszikusabb játékoknak a irányába. A videójátékok esetében is érdemes odafigyelni arra, hogy egyes játékok pszichológiailag károsak és veszélyesek lehetnek, elsősorban a gyermek és fiatalkorúak számára. Ezek akár lelki függőséget is okozhatnak, vagy erőszakos magatartás mintákat és reflexeket rögzíthetnek. Vannak azonban jótékony hatásai is. Egyes játékok segítik a taktikai készség, reflex, memória és probléma megoldó készség fejlődését.